itt állunk a tónál, tudja azt, hogy a belső szigetre egy hód család költözött? Nem. Nem, de láttam a dróthálókat, hogy a fáknak a törzsén, és gondoltuk, hogy valami állatka miatt lettek betekerve, hogy ne rágják meg a kérget. Nagyon örülünk neki, hál' Istennek. Más állatok is elférnének itt. Tudjuk, nem. De örülünk neki nagyon. Hát hallomásból, tévéből hallottuk, újságba olvastuk. Nem tudtam, de örülök neki, hogy még egy több állatfaj benépesíti ezt a tavat. Nem tudtam róla. Nem tudtam, tényleg nem tudtam. Halvány gőzöm nem volt róla. Nem tudtam sajnos, de nagyon örülök neki. De az bizonyára látta, hogy hálókat raktak ki a fa köré. Igen, láttam, és nem tudtam elképzelni. Azt hittem, hogy csak úgy gondoltam, hogy ne támadja meg valaki, vagy az emberek éppenséggel, vagy mondom, hát ha madarak költöztek fel rá, vagy, és hogy a fészkeket ne szedjék le, de akkor ezek szerint a hódoktól védik őket. Azt se tudtam, hogy miért van. Gondoltuk azért, mert kutyák vannak, stb. És biztos lekarmolasszák a kérgét a fának. Egyébként az előbb pont ezen gondolkodtunk. Akartam is kérdezni, de nem tudom miért. Igen, de meg is lepődtünk tegnap előtt jöttünk le. És még a párom kérdezte, hogy miért vannak rajta, hogy a kutyáktól védik-e a fákat, vagy miért. Az önkormányzatnak a szakirodája jelzést kapott arról, hogy a tó környékén hódra utaló kártételek vannak. Ezt természetvédelmi őrrel megnézették, leellenőriztették, aki azt mondta, hogy nagy valószínűséggel itt lakik a tóban hód. Ugye a tó körül elég sok fa van, itt a Városliget egy gyönyörű fásolt terület. Nagyon sok a szomorú fűz, és nagyon sok a fiatal fa. És ezeket a fiatal fákat meg kell védeni attól, hogy a hód megtalálja őket, és ezért helyeztünk el a fák körül ilyen 12-25 mm-es rácstávolságú drótokat, ez 1 méteres drótfonat, amit elhelyeztünk, hogy a hód ne kezdje meg ezeket a fákat. Ugye itt a tóban nem csak halak, kacsák, hanem vannak teknős békák is. Jelent-e rájuk, vagy a környezetre valami problémát ez az új faj megjelenése? Nem vagyok biológus, és nem vagyok az ilyen ökoszisztémákhoz kompetensen értő ember, de én úgy gondolom, hogy ha megjelenik egy új faj a tóban, az azt jelenti, hogy gazdagodik a Városliget ökoszisztémája, és ez én úgy gondolom nem fog veszélyt jelenteni, hiszen maga a hód is lágyszárú növényeket eszik, illetve kicsike fászárú növényeket. Nem hiszem, hogy komolyabb konfliktusok lenne a teknősökkel, halakkal, kacsákkal. Tudod, hogy néz ki egy hód? Persze, van farka, meg barna színű picike. De valószínűleg a hód az, amelyiknek szélesebb a farka. Szép, hosszú, lapos farkuk van, kis aranyos kis pofiuk van. Van neki farka! Kicsi, azt hiszem kicsi. És milyen színű szürke? Szürke! Maximum 1,3 méterre nő meg, 30 kilós kis állat, jó nagy lapát, farka van, amivel a víz alatt úszik. Igazából egy abszolút békés állatnak mondhatnám a szakirodalmi kutatás alapján. Felmerül a kérdés, hogyha elzártok tőle minden fát, akkor raktok ki nekik ennivalót, vagy etetitek őket, vagy mit fognak enni? Ők megtalálják a saját élelemszükségletüket. Ugye alapjában azt írja a szakirodalom, hogy kis fákat, tehát kis faágokat esznek. Ugye a rágás az azért van, hogy a fogukat koptassák, de ugye hatékonyan tudják a rágással koptatni, illetve magával az étkezéssel is azért kopik ez a narancssárgás zománc réteg. Nagyon fontos azonban, hogy megvédjük a fákat itt a Városligetben, hiszen egy gyönyörű kialakult szövet van itt a város közepén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van olyan lehullott ág, illetve meg fogják találni azt az élelemforrás, rágásforrást, ami számukra szükséges. Ugye itt van egy játszótér a közelben, nyugtassunk meg minden anyukát, hogy semmi probléma nem lesz a kisgyerekek meg a hód kapcsolatával. Én úgy hiszem, hogy nincs itt konfliktus helyzet. Bízom benne, hogy a különböző rajzfilmek által kicsit változtatott hód karakterek sem befolyásolják majd a gyerkőcöket sem. Illetve vannak olyan rajzfilmek, mesekönyvek, öcsémnek volt egy nagyon kedves Hódocskák nevű mesekönyve, ahol nagyon pozitív karakterek voltak. Én úgy gondolom, hogy nem fog ez problémát okozni a városlakóknak. Kik végezték el a tó körül itt a megelőző karbantartás, és a továbbiakban ki fogja ezt felügyelni?
Ugye Ajkavárosban a zöld felületek gondozását azt az Avarajka Nonprofit Kft. Végzi el. Ebbe beletartozik a kb. 75 hektárnyi park és zöld felület gondozása, az ilyen megelőző munkák, a cserjenyírások, a körülbelül 20 ezer tő virágrágyás gondozása, a bizonyos szinten a faültetések, minden, ami egy város üzemeltetésbe, ilyen parkgondozás, köztisztaság és sikosságmentesítésbe beletartozik. Milyen színű a hódnak a foga? Sárga. Fú, hát nem tudom megmondani. Sárga? Sárga. Fehér. Szürke. Sárga. Hát fehér, nem? Hófehér. Ugye a közhiedelemmel ellentétben a hódnak egy narancssárga foga van. Ugye ez a két első rágófoga, metszőfoga. Ugye itt ez egy nagy keménységű fogzománc, aminek valószínűleg más az összetétele, mint az emberi fogzománcának. Ugye más feladatot is kell ellátnia. Télen mi a helyzet ezzel a kis állatkával? Ugye a tél az a veszélyt jelent bizonyos szinten a hódra, hiszen az ő oduját azt a vízszint alatt kezdi elásni, és enyhe lejtővel emelkedik ez az odujárat, és bent a part oldalban van neki az odúja, amit fölül átlyukaszt, és kis ágakból csinál rá egy ilyen fedőt, hogy ne tűnjön föl. Ugye télen, ha ez befagy, akkor a vízfelület, akkor itt a kijárás az eléggé problémássá válik, de én úgy gondolom, hogy leleményes állat, úgyhogy mindig megoldja. Ugye Ajkán a tó azért elég ritkán fagy be teljesen, úgyhogy én úgy gondolom, biztonságban vannak télen is. Mi a helyzet azzal, hogyha túlzottan el fognak szaporodni? Van-e valami B-terv erre az esetre? Igazából a jelenleg védett állat, tehát a bajjogi kategóriába kell sorolni, de úgy tudom, hogy készül külön a hódokra egy jogszabálytervezet, ami lehetőséget biztosít majd arra, hogy a túlszaborodott élőhelyeket valamilyen módon szabályozni lehessen, illetve ugye a környezet mindig szabályozza magát, ha egy bizonyos fajból túlszaporodás történik, akkor az ott kellőképpen vissza is csökkenti az élelemhiány, vagy az egyéb körülmények visszacsökkentik a populációt. Ugye Magyarországon a hódnak, ahogy olvastam, jelenleg nincsen természetes veszélyforrása, természetes ragadozója, aki megcsócsálna az állományt. Hogy mit eszik? Azt nem tudom. Hát konkrétan végül is szerintem halakkal táplálkoznak. A halakkal. Igazából a hód egy növényevő állat, tehát nem ragadozó. Hazánkban 19. századra kipusztult, és most is Európában is a 900-as évek elejére már csak 1200 egyedet mértek föl. Magyarországon szépen települ vissza. Ezzel is sajnos előidézik ezeket a problémának tűnő élethelyzeteket. Lényegileg este éjszaka mozog inkább, tehát nem hiszem, hogy annyira találkozna a városlakókkal, de ha valaki el tudja csípni és le tudja fotózni, akkor nagyon örülünk, a Facebook oldalunkra ezt feltölti, hogy lássuk, hogy az ajkai parkok megteremtik azt a lehetőséget, hogy mind állatok, mind emberek együtt éljenek, és erre alkalmasak. Én azt olvastam, hogy a hódoknak a kedvenc eredelük a vízi lilium és a vízi tök. Esetleg tervezitek-e, hogy ilyen növényekkel népesítitek be a tavat? Nem, én azt nem tudtam, hogy ezeket szeretik. Meg kell fontolni, hogy mi az, ami jó, illetve mi az, amit a tó vízminősége megenged.